Azt mondta, hogy szoktatok énekelni az iskolában. És azt a népdalt, hogy házasodik a tücsök, olyat nem szoktak énekelni a tanítónénik? Szoktak? Nem. Igen. Na? Hát akkor most együtt elénekeljük, jó? Először játszom, és akkor közösen elénekeljük, jó? Érdeklődve hallgatja a muzsikát Cynthia, aki épp ma ünnepli a születésnapját. Január 31-én lett ugyanis 9 éves. Igazi nagylány, ahogy az édesanyja mondja, hiszen már iskolába jár. Második osztályos, dicséretes tanuló. Ezt senki nem gondolta volna róla. Édesanyja, Bíró Evelina a mai napig nem felejti el, amikor 4 órás vajudás után a makkegészséges második kisbabáját magához ölelte. Majd bekövetkezett az, amitől minden szülő retteg. Cynthia kétszer szenvedett bölcsőhalált édesanyja karjaiban, ami a baba nagyjából egy éves koráig előforduló váratlan, előzmények nélküli elhalálozását jelenti. Cynthia, amikor megszületett, én sokkot kaptam. Tehát való igaz, hogy egy ideg összeomlást kaptam, mert egyszerűen nem számítottam rá, hogy én kerülhetek egyszer egy ilyen helyzetbe. Tehát nagyon felkészületlen az anya arra, hogy történhet bármi baj. 3,5 hónapos volt, amikor kiosztuk a kórházból, ugye súlyos epilepsziával, és így nagyon nehéz volt neki találni olyan megoldást, ami egy kicsit előbbre viszi az állapotába. Azt kellett megvárnom, hogy az epilepszia rohamát leállítsák az orvosok. Ezt nagyon nehezen 3-es korára sikerült is neki. De akkor már ilyen 4-5 fajta gyógyszert kapott, tehát nagyon nehéz volt tovább lépni. Petőintézetbe jártunk, különfajta korai fejlesztőket kipróbáltunk, ahol sokszor azért sírva jöttem haza, mert nem tudtunk megcsinálni olyan feladatsorokat, ami 4-kezes volt, nekem pedig 2 volt. De azt gondolom, és tudom is, hogy a szülők segítsége a legnagyobb segítség ilyenkor, tehát a sorstársaink segítenek át ezen a nagyon nehéz időszakon. A család élete fenekestül felfordult. Cynthia gondozása napi 24 órás szolgálatot igényel, édesanyja pedig egyedül neveli őt és nővérét, aki mára már felnőtt lett. A nagylányom a másik fájó pontom. Ő 9 éves volt, amikor Cynthikém született. Nagyon nehezen viselte azt az időszakot, hiszen gyerek volt. Elment a gyerekkora, föl kellett neki nőni mindenhez. Mindent el kellett tőle venni ahhoz, hogy Cynthikének megadjuk a maximumot, úgyhogy ő nekem egy nagyon fájó pont. Viszont felnőtt ehhez, és imádják egymást, tehát nincsen az, hogy valamiért is hibáztatná, segíti mindenbe. Nagy lány. A mozgásjavító általános iskola Csillagház tagozatának diákjaként Cynthia mindennapi fejlesztéseken vehet részt. Sőt, az iskola bábszínházat vagy kirándulásokat is szervez, hogy még több élményt adhassanak a gyerekeknek. Legutóbb például a Veresegyházi Maci Parkban jártak. Az iskolai foglalkozásokon túl azonban szintén napi fejlesztésre szorul, ami havi 120 ezer forintba kerül a családnak. Bevételük azonban mindössze 72 ezer forint. Így ezt a költséget műanyag kupakok gyűjtéséből biztosítják már évek óta. Cynthia életét egy bécsi őssejtbeültetés azonban véglegesen megváltoztathatná, aminek köszönhetően garantálják, hogy a kislány epilepsziája megszűnne, immunrendszere és izmai megerősödnének. Vagyis idővel akár kiszállhat a kerekesszékből. Már 4 alkalommal hiába várt őt az osztrák orvoscsoport, nem gyűlt össze időben a kezeléshez szükséges pénz. Az idei év márciusára azonban egy újabb időpontot kaptak, azonban 600 ezer forint még mindig hiányzik a műtétárából. Ennek érdekében egy jótékonysági koncertet szerveznek több hazai sztár közreműködésével. Bolya Árpád fotós tavaly ősszel egy kupakgyűjtési akciónak köszönhetően ismerte meg a családot. Úgy gondolta, hogy néhány fotósorozaton túl valami mást is tennie kell a jó ügy érdekében. Maga az ötlet az december végén fogalmazódott meg bennem. Az édesanyával többször beszéltünk arról, hogy már ő is szervezett ilyen jótékonysági esteket. És hát én úgy gondoltam, hát ha van annyi, ugye a fotózásból annyi ismerettségem, jó pár ismert embert is fotóztam, hogy hát ha ezt felhasználva, ezt az ismerettségi kapcsolatrendszert felhasználva tudnék olyan embereket megnyerni az ügy mellé, akikre bejönnek az emberek és adományoznak. Tulajdonképpen ez januárban indult el az egésznek a szervezése,
és hát el kell mondjam, hogy nagyon sokan álltak mellém, nagyon sokan álltak mellénk az ügy mellé, amit ezúton is köszönök mindenkinek. Ezen a rendezvényen Szintike 9 éves szülinapi buliát is megtartjuk, úgymond. Tehát, hogy aki eljön, az nem csak a bécsi műtétet támogatja tulajdonképpen, hanem tulajdonképpen egy kellemes hangulatú rendezvényen vehet részt, ahol tortával és mindenfajta köszöntéssel is találkozhat, úgyhogy remélem minél többen lesznek, akik jönnek és támogatják az eseményt. Herzko Ágnes, Nikola Parov vagy Antal Timi mellett a fellépők között van a népművészeti ifjú mestere Krajcsó Bence is, aki most találkozott először Szintivel és a családdal. Igazából én, amióta ezen a pályán vagyok, mindig is szívügyemnek tekintettem a hasonló rendezvényeket, és már számos jótékonysági koncerten működtem. Ez a legutóbb decemberben volt a Funóban egy jótékonysági est, igaz az más tematika szerint, ott egy kisebb közösségnek gyűjtöttek, de tényleg amióta én mozgok ezen a pályán, és amióta ide kerültem, azóta nagyon fontosnak tartom, hogy az ilyen rendezvényekre is elmenjünk és fellépjünk. Egy amatőr festő hölgy, Illés Krisztina, aki lélekreható képeket fest, megtudva a jótékonysági est hírét, erre az alkalomra festett egy képet, melynek a címe A természet közepén. A képet licitálásra ajánlotta fel, és az ebből befolyt összeget is a bécsi műtétre fordítja majd a család. A festményre február 14-ig lehet az Esemény vagy Bolya Árpád Facebook oldalán licitálni. Hát én azt gondolom, és hiszem is, hogy a hitünk és a szeretetünk az, amit Szintike körülveszi, és ő a mi gyógyítónk. Tehát én ezt így is élem meg minden nap. Ha látná rajtam azt a szomorúságot és keserűséget, ami természetes, hogy vannak időszakok, amikor nekem is azt érzem, hogy nagyon nehéz, és miért pont én, akkor biztos, hogy nem itt tartanánk. Szintia jótékonysági koncertje, aminek teljes bevételét a bécsi kezelésre fordítják, február 15-én 16 órakor kezdődik az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban.